Sziasztok, Painfolyok, ez itt egy újabb epizódja a Road to Division 1-nek, és ezúttal egy Bundesligás csapatot építettünk, családdal, és ezt a csapatot fogjuk használni a mai epizódban is, az angolt, amit ugyancsak fejlesztettünk, az előző epizódban nem kezdtünk túl jól, három nagyon közeli vereség volt, de most, remélhetőleg pont az ellentétét fogjuk csinálni, és három győzelem lesz, tehát ki tudja, úgyhogy elkezdjük keresni ellenfelünket. És megtaláltuk ellenfelünket, akinek egy légiás címere van. Ó, itt a bajuszos mezem, amit megszereztünk a nem tudom milyen challenge mellett, király. Na, nézzük a csapatát, és egy full Premier League csapat. Clichy, Mustafi, Baines közép hátvédként, Courtois, Bellerin, Rémi, Rashford, Walcott, Depay, Mkhitaryan és Welbeck, ami egy elég jó csapat, csak eléggé össze-vissza rakta a játékosokat. De nem baj, meglátjuk, hogy mit tudunk összehozni ellenük, szerintem van esélyünk. Jaj, de szép háromszög! És 11-es! Kirúgja hátulra le lábunkat Bellerin, és remélhetőleg kap mellé még egy pirosat is, de szerintem... És megkapja a pirosat. Király! 5. percben már 10 embere van az ellenfelünknek, és nézzük meg ezt a gyönyörű háromszöget. Nem, mert leszkippeli. Hoppá, nem bürkivel fogjuk ellőni, hanem sűrlével. És bum! És 1-0 az állás. Sürle goljával vezet a 8-1 FC. És nagyon jól indulunk. Húha, hát ezért szegény Kurtoá. Úgy van, és az indítás Sürle. Szerintem én befelé se vezek. Sürle, gyönyörű Sürle! 2-0! Hú! Szélről gyönyörűen befelé cselezett Sürle, majd megszerezte a második gólját. Nagyon szépen debütál ez a Bundesliga csapat. Ó, nagyon szép, Modest, BOOM! Kilőtte a stadionból, pedig meg lehetett volna a harmadik gól. Na miért egy, nem, akkor ők támadnak meg, ne! Mekkora védés. Campbell, vagy nem Campbell, hülye vagyok, Bürki. És ez a kapusért, mit csinál a kapus? Hú. Azért Bürki elég veszélyesen éli az életet. Modest? Indítja sűrlét. Ó, az viszont gyönyörű indítás. Azt a mindenit, és Emboló! Főső kapufa! De nem baj, mert megvan a harmadik gól. Modest, a csatárunk is megszerezte az első gólját, és ezzel már 3-0-ra vezetünk a fantasztikus bajuszos mezbe. Emboló felső kapufáról lepattan, de Modest 2 méterrel azért nem hibázik. 10 emberrel nem képes tartani a lépést. Ott van, Zsilavuzsi, vagy nem tudom, hogy mondják ki a nevét, és... Ó, azt hittem meg lesz a negyedik. Nem neki kellett volna ott legyen, de sem mindegy. Hoppá, kapussal adtam be végletlenül a szögletet. Ó, ez kellemetlen. Még szerencsé, hogy lefújták a fél időt, mikor egyértelműen gólt lőttek volna. Na nem baj, 3-0 az állás a fél időben. Több lövésük volt amúgy. De én kihasználtam a helyzeteimet. Nagyon jó mérkőzés eddig, hát inkább számunkra, mint számukra. Hoppá! Azért vannak itt veszélyek. Ez is mellé megy. És kirúgás. Hoppá! Na még bakkisztunk egyet a végére, kipasszoltuk neki sikeresen, és 3-1 az állás. És elkezd debelni, ez az! Ja, ma megint Bürkivel végeztem el. Ó, Campbell nagyon csúnya! Nagyon csúnya Campbell! Szöglet. Na jó, hát ezt kifejeljük könnyen, vagy kirúgjuk könnyen. Nem tudom még mindig mitől laggol, de nem baj, mert 3-1-re megnyerjük a mérkőzést, és ezzel megvan az első győzelmünk a Road to Division 1 nevű sorozatban. A meccs embere Rahman Baba volt, egy asszisztja volt, valamint nagyon jól passzolt, nagyon jól cselezett, és nagyon jól szerelt.
kettőből hármat szerelt, jól látom? Kettőből hármat? Nem csoda, hogy ő volt a meccs embere azért. Két szerelési kísérletből hármat szerelni, az kemény. Na, úgyhogy megvan az első győzelmünk, úgyhogy megpróbálunk a következő meccsen folytatni ezt a formánkat. Á, megtaláltuk második ellenfelünket, FC Lugano meze van, címere. Megígyomjuk a bajszos mezbe. Na, nézzük a csapatát! Egy full Premier League csapat, Worm, Lovren, Evans, Davies, az talán Martin, de nem vagyok benne biztos. Kettermall, Shaka, Schneiderlin. Nem volt időm befejezni a csapatot. Az a lényeg, hogy jó ez a csapat, de illene őket is elvenni. Shaka úgy tűnik, nem a leggyorsabb ember. És megindult Csáhanoglu. Megindítjuk Lovren mellett azért. Odaadják Modestnek a labdát, aki befejezi, és 5 perc alatt megint vezetünk. Úgyhogy eddig tényleg jól megy ez az epizód, főleg az első epizódhoz képest. Beloptuk a labdát, majd Modest befejezte. Már kezdem unni, hogy Bürki végzi el az összes pontrugást. És jött a beadás Sürlétől. Bum! És 2-0 az állás. Modest megszerzi a második fejesét, amit amúgy nem én fejeltem, hanem a számítógép. De tök mindegy. Belekapott, majd a védő pufájáról bepattant a labda. De végül is, kit érdekel, Modestnek adták a gólt. És már 2-0-ra vezetünk. És remélhetőleg kilép az ellenfelünk, hogy minél gyorsabban tovább mehessünk a harmadik meccsre. Vagy lőhetünk egy-két gólt, hogy szerezünk jó sok coint. A védekezéssel nincsenek gondok, szerintem jelenleg. Jó. Hú! Eléggé gruntfocissá vált ez a mérkőzés. Eléggé unalmassá. Ez így nem volt lesz. Schneiderlin bepasszolja, és Bürki védi. Nagyon lazán. És fél idő van, 2-0 az állás. Ha láthatjátok, többet birtokoljuk a labdát, többet is lövöldözünk, de alapvetően a második fél idő az első fél idő második fele eléggé unalmas és ilyen középpályás harc lett. Csalemboló. Ojjajajajaj, elküldte. Modest, izomból. Ez nem jött be, nem tudom ki vagy. Campbell. Köszi szépen a labdát. Modest elviszi az egyszemvédő mellett, majd kilövi a felső sarkot, és ezzel megvan Modestnek a mester hármasa. Fantasztikus gól, a sok bajuszos szurkoló. És ez a csel, hoppácska, majd felvarja, úgy ahogy azt kell. Gyönyörű volt, 3-0 az állás. Nem! Jó van, kivédekeztük. A passz, ott a lövés, ezt is blokkolják, mert 10 vannak a 16-oson belül. Csáhanoglu, bum! Kapus fogja, majd elkezd mutogatni. Hoppá, lehet itt is 3-1 lesz a végén. Főleg, hogyha bevezetem a saját kapunkba. Lesz volt, vagy mi volt? Nem tudom, de... És vége a mérkőzésnek, 3-0-ra nyertünk Modest Mester 3-asával. Nagyon jó mérkőzés volt, 10,0-as. Azt a mindenit, az nem semmi. 10,0-as rating. Úgyhogy ajánlom mindenkinek ezt a fantasztikus csatárt. Ahogy látjátok, domináltuk a meccset, és jöhet a harmadik mérkőzés, amin múlik, hogy feljutunk-e, avagy nem. Na gyerekek, átváltunk a Premier League csapatunkra, ahol, ahogy láthatjátok, egy új bal középpályásunk van méghozzá Buffal személyében, aki 5 csillagos cselező és 85-ös pace, 87-es dribbling, és én nagyon megkedveltem egyből. Azon kívül talán még Kouyaté, Callum Wilson, Valencia és talán még Cabasele az, aki új játékos, úgyhogy a harmadik meccsünket megpróbáljuk velük játszani, nem is megpróbáljuk, hanem velük is fogjuk, és megszerezzük a harmadik győzelmünket remélhetőleg. Meg is van az ellenfelünk, egy arab, és vajon milyen csapata van? Lássuk!
Jó játékosok, de semmilyen összhang nincs köztük. Tehát a kapus Sommer talán, nem tudom, Clichy, van ott egy Bailey, van ott egy Turán, van ott egy Dembélé, Oscar, az ott Naziri ezzel a nagyon ronda hajjal. Benteke, és még volt elő valaki, akit így nem tudtam megállapítani hirtelen nyúlben. Úgyhogy el is kezdjük a mérkőzést, remélhetőleg nem kapunk gólt az első pillanatban. Nem, remélhetőleg nem kapunk gólt az első pillanatban. És nem kaptunk gólt az első pillanatban. És hazai pályán megyünk. Jó, nem, ez így már nem jó. Védekezési hiba miatt Oscar megszerzi a vezetést a 4. percben az ellenfélnek. Ezt gyorsan szerintem skipeljük és nyerjük meg a mérkőzést. Szóval, ki kéne innen hozni, mert nagyon sok játékos van ott. Valahogy így! És egy-egy az állás, gyönyörű összjáték volt, és tudom, hogy csináltam, de Callum Wilson megszerzi az első gólját ebben a sorozatban. Nagyon szép, egy passz, két passz, és lefordult, és bepasszolta. Ha jól láttam, még kötény is volt, de ez már nem 100%. Úgyhogy egy-egy az állás. 39 yardról azért csak nem fogja belőni. It was at this moment that he knew. He fucked up. Well, that's an absolutely stunning strike. I cannot believe he took that on Martin. It stunned me and it stunned me. Well, they'll be showing that over and over again. It was a move to make your mouth water. Great goal. Well, you don't do that unless you... Hát ezt nem kommentálom. És a lövé... Ez mi volt? Lesz, jó. Hoppá! Azt tesz be, azt hittem fölé fog pattani, ezért nem is kommentáltam. Enner Valencia lő egy gólt. Ez egy kicsit fura lesz, mert néma csöndben voltam, de... Bepasszoltuk középre, majd Enner Valencia lőtte gyönyörűen a kapus mellett, és én komolyan azt hittem, hogy fölé fog pattani, úgyhogy már készültem sírni. Jó, Panti Limon! Megmentette a becsületemet kényelmesen, úgyhogy ők vannak a 16-osomon belül. De 2-2 az állás a fél időben, ez egy nagyon izgalmas mérkőzés, eddig két lövésünk volt, és abból két gól. De igazából mi csak kihasználjuk a helyzeteinket, ugye? Ez a legjobb kifogásom. Úgyhogy folytatjuk is a második fél idővel. Én ezeket így szeretem elvégezni. Tök jó, komolyan mondom. Gyönyörű Wilson! Gól 3-2! Gyönyörű! Azt a mindenit! Ez nagyon szép volt. A szabadrugásból majdnem kihagyta természetesen. Azért ez is benne lehetne a kapufa montásba. De megfordítjuk. Ettől függetlenül mi továbbra is támadni fogunk, mert nem vagyunk puncik. Úgy van! Ja, még van egy komplet védősora. De kit érdekel az a védősor? Valencia. Bepróbálkozunk. Majdnem. Most már lassan félek, hogy innen... Azt hittem sikerül befutnom. Ne! Összezavarodtam, nem tudtam már mit csináljak. Buffal elviszi, ad egy kötényt is. És Wilson! Brutális gól! Mondta, hogy rá kell próbálkozni! Azt a mindenit! 4-2 az állás! Callum Wilson megfogja, és onnan, bum! Kifelé tekeredett, és kipókhálozta azt a jobb felső sarkot. Azt a mindenit. Gyönyörű gól. Gyönyörű! Aj! És vége a mérkőzésnek, 4-2 lett, és totális ellentétét mutattuk be az első epizódnak. Callum Wilson Mester 3-as lőtt, én erre nem is figyeltem fel. És 10-es ratingje van, az azért nem semmi. 2-10-es ratinget is sikerült összehozni ebbe az epizódba. Úgyhogy az első epizódban egy győzelem se volt, a másodikban meg mindhárom győzelem volt, és ezzel már 100%, hogy feljutunk. Már csak az a kérdés, hogy bajnoki címet nyerünk-e, avagy nem.
Úgyhogy köszöntöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, hogyha nem tetszett, dobjatok egy diszlájkot, is írjátok le a komment szekcióba, hogy miért tetszett, vagy éppen miért nem tetszett. Amúgy a leírásban található egy fifás csoport, hogyha szeretnétek egy ilyen kis közösséget, úgyhogy oda is beléphettek, és ja, köszöntöm szépen a figyelmet, én Painful voltam, és a viszont hallásra.